Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan tanulj angolul viccekből és a humor segítségével. Nos, mielőtt elkezdjük, csak szeretnélek gyorsan emlékeztetni, hogy most is egészen a járvány végig él az 50%-os kedvezmény a két online tréningemre. Ezeket, illetve egy letölthető önéletrajz mintát lent a videó leírásában találsz. És akkor vágjunk is bele a mai témába, tehát angol tanulás viccekből. Hogyha rendszeresen követed a csatornámat, akkor tudod, hogy mindig is támogattam, hogy összekösd a kellemest a hasznossal, és hogy szórakozva tanuld az angol nyelvet, és ne csak tankönyvekből. Úgyhogy ebben a videóban nézzünk egy pár példát, hogy hogyan tudod ezt megtenni a lehető legegyszerűbben. 1. Az első lépés egy ingyenes viccgyűjtemény, pontosabban egy honlap, ami egy ingyenes viccgyűjteményt tartalmaz. A honlap neve pedig eslljokes.net. Természetesen a honlapot, ha lejjebb görgetsz, megtalálod a videó leírásában. Nos, nagyon sokféle viccet lehet találni az interneten, azért javaslom ezt a honlapot, mert itt a viccek mellett azt is látod, hogy milyen nyelvtani szerkezet és vagy igeidő szerepel az adott viccben. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ezt az oldalt kifejezetten nyelvtanulók számára fejlesztették ki. Ha esetleg nem értenél egy szót, egy mondatot vagy egy kifejezést, akkor ne menj tovább, hanem írd be az adott szót vagy a kifejezést a Google fordítóba, és próbáld meg megérteni és feldolgozni a szöveget. Az ismeretlen szavakat pedig szótáraszt ki, és tanuld meg. Ennek a részleteiről egy egész playlistet készítettem, ezt a gyűjteményt fönt találod a kártyám. Nem azt mondom, hogy ezen az oldalon fogod megtalálni a világ legjobb vicceit, de ha megértesz egy angol viccet, akkor szerintem egy kicsit közelebb kerülhetsz az angol és a brit kultúrához is, úgyhogy különösen a járvány idején mindenkinek ajánlom ezt az oldalt. 2. Második lépés a stand-up comedy. Nos, az amerikai és angol stand-up humoristák szinte minden témából csináltak már viccet, párkapcsolati témákról, mi történik velük, miközben reptéren várakoznak, vagy mi történik videójátszás közben, tehát mindenféle témáról vannak vicces részeik. Úgyhogy semmi más dolgod nincs, mint a Google keresőjébe beírni a stand-up, plusz az airport, vagy bármilyen más szót, és már is kijönnek a 3 és az 5 perc hosszúságú YouTube találatok. Akkor tanulsz ezekből igazán, és ezt megint szeretném hangsúlyozni, hogyha megharcolsz velük, és megpróbálod megérteni, hogy mire is akar kiukadni, vagy miből is akar viccet csinálni az adott humorista. Tehát ne menj tovább egészen addig, amíg nem értesz az elejétől a végéig egy point. Ebben természetesen a YouTube-on segíthetnek neked a lábjegyzetek, illetve a feliratok, és itt is azt mondom, hogy ha új szavakat vagy kifejezéseket találsz, akkor szótáraszt ki őket, és tanuld meg őket. És a harmadik, vagyis az utolsó lépés az anekdóták. Nos, egy anekdóta ugye egy rövid, tanulságos, csattanós történet, és szeretném felhívni arra a figyelmedet, hogy van az Amerikai Egyesült Államokban egy külön szórakoztató ipari műfaj, ha mondhatom ezt, ami a late night show, tehát a késő esti show műfaja. Magyarországon talán Fábri Sándor volt a legismertebb alakja ennek a műfajnak, és ő az egyik legsikeresebb ebben a műfajban. Ugye van egy nagyon népszerű showman az Egyesült Államokban mondjuk, aki a műsora első felében napi aktuális eseményekre reagál, mondjuk 20-25 percig, ezekből csinál viccet, aztán a műsora második részében híres sztárokat és filmcsillagokat lát vendégül, akik vicces és érdekes sztorikat mesélnek az életükről a közönségnek. Azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez a műfaj sokkal népszerűbb az Egyesült Államokban, mint Magyarországon. Ott minden egyes nagy országos csatornának van külön late night show-ja.
Tehát semmi más dolgod nincs, mint ismét a Google keresőibe beírni a kedvenc sztárod nevét, és hozzátenni a Late Night Show kifejezést. Biztos vagyok benne, hogy számtalan találatot kapsz majd erre is. A rendszer itt is ugyanaz, nézd végig az adott számot, értsd meg a sztorikat, és szótáraszt ki, és tanuld meg az ismeretlen szavakat és kifejezéseket. Nos, remélem, hogy találsz majd kedvedre való viccet és anekdótákat az interneten, amik egy kicsit közelebb hoznak téged a brit és az amerikai kultúrához. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, viszlát legközelebb!